Krisztusban, kedves testvérek! Az evangéliumi történetnek az első néhány sorában, ahogy Lukács leírja, amit Jézus lát a parton, ha egyetlen szóval kellene ezt az egész helyzetet jellemezni, akkor azt mondanám, hogy kedvetlenség. Ott ülnek a halászok, valószínűleg nem csak Péterék, hanem sorban a többiek, a társak, meg az ismerősök, meg az idegenek. És valószínűleg nem csak Péterék próbálkoztak egész éjszaka, hanem próbálkoztak a többiek is. Nem tudjuk miért, ilyen volt az éghajlat, vagy az időjárás, vagy éppen csak az a nap, vagy éppen nem csinálták nagy kedvel, vagy nagy szekértelemmel, nem tudjuk, de ott ülnek a parton, tisztogatják és mosogatják a hálóikat, mert hát az eszköz holnap is kell, meg holnap is meg kell próbálni, mert hát ha holnap sikerül, és ez a túlélés jelenti. Szóval ott ülnek, teszik a köteles dolgaikat, de kedvük egyáltalán nem jó. Lukács azt írja, hogy ott állnak a hajók egymás mellett, és azt mondja, hogy ott vesztegelnek a hajók. Ez egy érdekes szó, ez a veszteglés. Ez egy élettelen létezés. Áll a hajó a víz tetején, dobálják a hullámok, semmi értelme, semmi haszna, semmi életszerűsége nincsen. A hajó nem erre való, hogy ott álljon, ne üljenek benne emberek, ne legyen benne zsákmány. Egyszerűen ott áll, vesztegel, haszontalan létezés. És az embernek a kedvetlenség meg a veszteglés hallán azért eszébe jutnak jelenetek az életéből. Amikor a kedvetlenség eluralja egy embernek az életét. Sokszor az okát se tudjuk. Sokszor nem csak azért, mert nincs elég gyümölcs, vagy a munkánk nem elég hasznos, vagy nem látjuk a kitartásunknak az eredményeit. Egyszerűen néha csak úgy rátör az emberre a kedvetlenség. Nincs erőm, nincs lendületem ahhoz, hogy másnap valahogy másképp csináljam, hogy több kedvem legyen. Annyiszor megpróbáltam. Annyit kértem az Isten talán. És az életem nem mindig úgy alakul, az összes tehetségemet bevetve sem úgy alakul, ahogy igazából én szeretném, vagy ahogy értelmesnek találnám. Kedvetlennek és veszteglőnek érzem sokszor az életemet. És ebben a péteri magatartásban azért, hát ez csak egy szelet lehet, amiről itt mi gondolkodunk, hogy mit érzett Péter? Aki jó halász volt, aki egy vallásos zsidó volt, hogy mennyire kérte az Istent, vagy mennyire az Istennek a segítségében, vagy mennyire a saját szakmai tehetségében bízott, ezt nem igazán tudjuk. De az eredménytelenség, ami megjelenik a saját életében, ez bizonyára azért azt jelentette, hogy én beletettem a szakmaiságomat, és mégsem sikerül. Valami hiányzik ebből az egész történetből. Hogy én egész életemben ezt csináltam, értek is hozzá, tudom is, hogy kell csinálni, bele is tettem a tehetségemet, most is ezen az éjszakán is, és semmi nem sikerült. Valami hiányzik. Miért nem sikerül? És ezek a kérdések azért szétfeszítik néha a mi életünket is. Hogy annyira próbálom jól csinálni. Annyira érteni akarom, annyira a szeretetemet akarom kifejezni egy-egy kapcsolatban, a barátságaimban, a szülő-gyermeki viszonyban, a házasságomban. Sok mindenben megpróbálok mindent nagyon jól csinálni, és mégsem lesznek. Tehát ostobaság talán ezt mondani, hogy én a szeretetben már jó szakember vagyok, de hát megpróbálok mindent jól csinálni, és mégsem születnek meg azok a gyümölcsök sokszor, aminek meg kéne születni a szeretetemnek a nyomán. Sokszor kedvetlennek is, és sokszor veszteglőnek érzem ezért az életemet. És akkor ott van Péter, aki vallásos zsidó volt, valami neki is hiányzik ebből a történetből. És amikor Jézus oda megy Péterhez, és beül Péternek a hajójába, azt mondja, hogy lögd el egy kicsit a parttól. Ez is egy érdekes jelenet, hogy lögd el egy kicsit a parttól. Technikai részletei is vannak, tudjuk, hogy a vízen jobban terjed a hang. Aki ült már messze valakitől egy vízen, két különböző hajóban, az tudja, hogy a vízen mennyire másképp, mennyire nagyobb terjedelemmel terjed a hang, és több emberhez lehet szólni. De egy kicsit azért is el kell lökni a parttól a hajót, hogy ugye egy kicsit ne a közvetlen jeleket lássam egy emberen, hanem nagyobb távolságban, nagyobb mélységben lássam az embereket. Ha nagyon közel állsz valakihez, akkor mindig csak a szoros emberi jellemzőit látod, érzed.
a kinézetét, az illatát. Egy szoborral ugyanígy vagy, ha nagyon közelről nézed, akkor csak egy szürke kő. Ha nagyon messziről nézed, akkor csak egy szürke pont. Ha helyes távolságból nézed, akkor látod a szépségét. Jézus helyes távolságba akarta látni az embereket, látni azt, hogy mi most az ő életük állapota, és így tanítani a népet. Tehát beül Jézus Péter hajójába, ellöki egy kicsit a parttól Péter a hajót, és Jézus beszél, és ki tudja, mennyit beszél. Órákat, vagy egy egész napot beszél, vagy egy fél napot, mindenképpen, ha az éjszakai alfogás után ment oda, és azt mondja a Péter, hogy hát nappal van, nem tudjuk a napnak melyik szakasza, de Jézus órákat beszél, és miről beszél órákat Jézus? Jézus mindig az élet, ezt mondja az evangélista, meg a többi evangélista is több helyen, az élet igéiről. Az élet igéiről. Azokról az alapvető életszabályokról, amelyek nélkül lehet próbálkozni éjjel és nappal, de ezek nélkül, az életszabályok nélkül, még ha hal van is, a fogás mégis kétséges. És lehet, hogy hal van, csak éppen az embernek az igazi örömei lemaradnak. Lehet, hogy bőség van, csak az örömök lemaradnak. Jézus mindig az élet igéről beszél. Azokról az igékről, amelyek ha bőség van, ha szükség van, ezek egyáltalán nem nélkülözhetőek. Mert az embernek az igazi lényege az az Istentől van, és az igazi tápláléka és az igazi örömei is valamilyen módon azokból a munkákból van, ahol Isten is jelen van. Ha csak a saját szakmaiságában bízott Péter, akkor nincsen gyümölcs. Még ha halat fogott volna, lehet, hogy akkor is ott ült volna, és akkor is csak mosogatta volna a hálóit, és azt mondta volna, hogy ez is egy nappal több. Most is van hal, most is van mit enni, most is van megélhetés, de örömöm ki tudja. Péter házas ember volt, semmit se tudunk igazából a családjáról, de nem tudjuk, hogy milyen házasságban élt. Hogy ott mennyi öröm volt, vagy mennyi küzdelem volt, mennyi fájdalom volt, hogy mit tudtak ezek a halászfeleségek otthon az örömökről, miközben a férfiak egész éjszaka a tavon voltak, nappal meg pucolgatták a hálóikat, nem tudjuk, hogy ez milyen házasság volt. Szóval hal lehet, hogy van, az öröm mégis lemarad. Péter érzi, hogy valami hiányzik ebből a történetből. És akkor Jézus beül, egész nap beszél az életnek az igéiről, és mit érezhet Péter? Én azt gondolom, hogy amikor órákon keresztül hallgatta a beszélő Jézust a saját hajójából, akkor bizonyára rájött arra, hogy ez a Jézus nem csak a hajomba szállt be, ez beszállt az én életembe. Ezek mellett a szavak nélkül, ezek mellett az isteni tanítások mellett nem lehet úgy elmenni, hogy jó, ha Jézus kiszáll, elmegy a magad órára, én meg visszajövök a hajóba, és megyek tovább. Nem lehet. Péter a történet végén azt mondja, hogy megfogtuk a halat is, de nem a halfogás miatt szerintem, hanem azért, mert végighallgatta Jézust, hogy hogyan és miről beszél. Az evangéliumi történet végén azt mondja, hogy ott egye csuda, az egész, ott hagy mindent, hálót, hajót, mindent is elmegy, mindent elhagyván, ezt mondja az evangélista, elmegy Jézus után. Mert ahol Jézus egyszer így megérintette őt, az azt mondja, hogy ezt én nem akarom nélkülözni. Ő amúgy is vallásos zsidó volt, de Krisztusban felismert valami újat. Ezt látjuk Péternek a szorgalmasságát, a kitartását, a mindent beleadó tehetségét, ezt később látjuk, amikor már apostol lett. Az ember nem változtat nagyokat, ugye az életritmusán, a mentalitásán, van egy hozott örökség, van egy megtanult magatartásom, sokat nem változtatunk ezen. Valószínűleg Péter pont olyan szorgalmas és rámenős volt halász korában, mint később emberhalász, azaz apostol korában. Szóval az ember, ha rávetíti ezt a történetet a saját életére, akkor az alapvető kérdés az, hogy a próbálkozásaid milyenek. Hogy mennyire bízol a saját felkészültségedben, a saját tehetségedben, a saját erődben, és ezek mellett mennyire építesz arra, hogy az Isten veled van, és ha segít, megy, ha nem segít, nem megy. Hogy mennyi, hogy az arányokat mindenki egy kicsit föl tudja térképezni a saját életében. Hogy mennyire csak az én saját szakmaiságámban bízom, vagy mennyire bízom én az Istenben. Egyáltalán meg tudjuk el találni az életünkben azokat a pontokat, amire kifejezetten azt tudom mondani, hogy én beletettem emberi tehetségemből ezekbe a dolgokba azt, amit én bele tudok tenni, az erőmet, a kitartásomat, fáradtam ezzel, áldozatokat hoztam ezért, és a többit meg megpróbáltam az Istenre bízni. Vagy kizárólag megpróbálom a saját erőimet feltérképezni, megpróbálok mindent beletenni, megpróbálom jól csinálni,
És úgy gondolom, hogy ezek által az áldozatok, az odafigyelés, a tehetségem alapján ezek a dolgok meg fognak születni, elő fognak állni az én életem. És vannak-e olyan konkrét tapasztalataid, ahol azt érezted, hogy igen, én beletettem, de az Isten nem nyúlt volna bele, akkor most sehol se lennék. Vagy vannak olyan tapasztalataid, amikor az Isten belenyúlt. És a saját szakmaiságomra építve nem mindig sikerül, a szakmaiságom hiányosságai mellett és mégis sikerül. Nem minden egyenesen arányos az én tehetségemmel, az én beletett áldozataimmal, meg a fáradtságommal. Hiszen így meg lehetne oldani az élet minden problémáját, minden szeretet kapcsolatát, minden munkáját, ha csak a fáradtságomon múlna, akkor én egyszer-egyszer nagyon oda koncentrálva, nagyon sokat áldozva, mindent meg tudnék oldani az Isten nélkül. És itt van Péter a maga szakmaiságával, és nem sikerül. És ott vagyok én, sokszor a magam szakmaiságával, én ezért küszködtem, én ezt tanultam, én ezt gondolkodtam, agyaltam, minden áldozatomat beletettem, és sokszor mégsem sikerül. És néha meg ott vagyok, néha nem nincs kedvem, mert éppen kedvetlen vagyok, hogy vesztek el az életem, meg éppen nem nagyon érzem, éppen a szakmaiságomat egy kicsit nélkülözöm, mert vannak új helyzetek, feladatok, nem értek hozzá, vagy nincs kedvem, és mégis sikerül. Úgy megérint és megüt néha az Isten bennünket ezzel, hogy nem tettél sok mindent, és mégis sikerül. Hogy üres csatorna, legtöbbször ez jut eszembe, hogy üres csatornák vagyunk, amin keresztül folyik néha az Isten szava. Én a pagam papságában is ezt érzem. Az ember ott áll, egy üres csatorna, és csak az Isten. Henry Bullardnak, egy nagy jezsuitának, aki egész életét ugye a keleti országokban próbált missziókban nagyokat alkotni, és alkotott is nagyokat. Meg van egy ilyen könyve, mindenkinek ajánlom, az a címe, hogy Minden kegyelem. És minden kegyelem. Minden szakmaiságom és rátermettségem, minden szorgalmasságom mellett, vagy annak ellenére, minden kegyelem. És hányszor jut eszembe a mindennapi küzdelmeimbe, a rátermettségébe, a munkámba, az alkalmasságomon töprengve, hányszor jut eszembe, hogy tulajdonképpen minden kegyelem. Ugyanazzal a két lábbal, két kézzel, egy fejjel születtem, mint az összes többi. Nyilván vannak hozott genetikai örökségeim, és azok is bele, de tulajdonképpen az Isten talált ki. Már az anyám méhében az Isten talált ki engem. Ezért vagyok különböző mind a másik 7 milliárd embertől, aki él még ezen a világon. Mert az Isten kitalálta, eleve az Isten találta ki az én emberségemet. Az Isten akarta, hogy én legyek. Az Isten irányítgatta végig körülöttem a világot, hogy én ebben a világban ilyenné formálódjak. Aztán adott erőt és tehetséget, hogy megtaláljam a helyem a világban, és tudjam magamat is alakítani, hogy ne csak az Isten által gurítgatott rög legyek ezen a földön. De mindezek a dolgok, ami kívülről vagy belülről, belőlem fakad, ez minden kegyelem. És nekem tenni kell az én saját szakmaiságomat, mert az Isten nem azért teremtett engem, hogy feküdjek, mint egy kád meleg vízben, és élvezzem, hogy körülvesz a jó világ, és milyen jó nekem, azért adott engem az Isten, azért adott erőt és tehetséget, hogy szorgalmas legyek, hogy ne toljam el az időm nagy részét fölösleges és haszontalan dolgokkal, de minden ilyen tehetségem, vagy minden szorgalmasságom ellenére, mégis minden, ami kívülről és belülről bennem megjelenik, az minden kegyelem. A Péternek valószínűleg ebben kellett érnie, hogy érezze azt, hogy a szakmaiság kevés. Ez az, ami hiányzott az ő életéből. A saját életemen túl azért ezt a hogy hogyan próbálkozom én magam erejéből, vagy Istenre is építve, ez ki lehet tágítani ugye egy szélesebb spektrumba is. Hát ha István azt érezte, nyilván Imre Herceg halála után, hogy neki most választani kell. Hogy szakmailag egy jó utódja legyen, vagy legyen ott az Isten. Tehát ezért lett Magyarország Mária országa, mert Istvánnak látnia kellett, hogy Isten nélkül nem megy. Tehát ma, amikor a választásnak egy ilyen önkormányzati szintjén vagyunk, ma is választ az ember, és ez igazából, hát nem is tudom. Politikai pártokról nem beszélünk, mert tulajdonképpen, hát
nem akarok senkit se bántani, majdnem mindegy. De meg nem is nagyon tudunk jól választani. De azt azért látni kell, hogy Istennel vagy Isten nélkül. Hogy Istennel vagy Isten nélkül. Tehát mi már azért vagyunk olyan korúak a legtöbben itt, akik még ismerjük azt a néhány évtizedet, amikor azt mondták, hogy csak a szakmaiság és Isten nélkül. Az ateista társadalom. Ugye? És minden, ami Isten nélkül történik ebben a világban, egyszer bedől. Így dőlt be a kommunizmus is. Ott vannak még az utó zengéi, de hát ezek már igazából milyen nevetséges vergődések, amit a régi kommunizmusnak az utódait itt tesznek. Istennel vagy Isten nélkül? Csak ez volt a kérdés mindig a világ történelmében, amikor az ember boldogságára gondoltuk, és ma is ez a kérdés. Ma vannak próbálkozások, vannak intézmények, ezeket segítik is, társadalmi rendszerek, ilyen-olyan kormányok, minden. Nagy fáradtság és nagyon sok munka még. Hogy az emberek ne csak egy egyházi intézménybe járjanak, hanem Istentől tanuljanak ezekben az intézményekben. Tehát amikor ma csak a megélhetés miatt nyitunk egy öregek otthonát, vagy egy iskolát, vagy minden, az régen rossz. Az rosszabb, mintha nem lenne. Mert Istennel vagy Isten nélkül. Ahogy Istvánnak őszinte volt ez a választása, nekünk is ilyen őszinte választásunk legyen. És bármilyen társadalmi rend vesz bennünket körül, nekem Krisztus tanuljaként ebben a világban végig azt kell mondanom, és azt kell bemutatnom a saját életemben, hogy én Istennel végzem az életemet, a munkámat, annak minden feladatát, és azért vannak eredmények és sikerek, mert Isten is ott van. A történet vége felé azt mondja Péter, hogy hát én elhagyok mindent. És ma boldog embernek ismerjük. Amikor Magyarország örökségéről beszélünk, meg itt Istvánnak a döntéséről, meg a választásáról, akkor azért azóta persze nagyot fordult a világ. És azt mondjuk, hogy mennyivel jobb ez. Jobb ez? Tehát a felvilágosodás, a felvilágosodott gondolkodás, a humanizmus, a liberalizmus, ami jellemzi sokszor a mai embernek a gondolkodását. Ha ez a jó út, ha ez a liberális gondolkodás a jó út, akkor ma állandóan látnom kellene, bele kellene botlanom a világba a kiegyensúlyozott életű boldog emberekbe, aki a liberális gondolkodás alapján éli az életét, és azt mondja, hogy egy kicsit mindent szabad. Egy kis fű, egy kis drog, egy mindent szabad, egy kis nyitott házasság, egy kis szex innen meg onnan úgy házasságon kívül, ez tulajdonképpen minden jó. Ami nekem jó, az jó, nem? Fel kell sorakoztatni, akkor tudnának ezek a liberális gondolkodású emberek nagy teret nyerni a világban, ha fel tudnák sorakoztatni az ország előtt az összes liberális gondolkodás alapján felnőtt és úgy élő embereket, és azt mondanák, látnánk, nem is kéne mondani, látjuk, mi boldogok vagyunk. Egészséges, épp családban, jó testi, jó lelki kapcsolatban, jó gyerekekkel, jó világban, gazdaságilag rendben vagyunk, tessék, itt van a mi boldog életünk. És ha nincs, akkor valószínűleg nem ez a jó út. És nincs. Persze nem látunk bele minden liberális gondolkodónak a mélyen az életébe, de néhánynak azért látjuk, mert hát kiplegykálják a médián keresztül, de hát nem látjuk a kiegyensúlyozott életeket. És az, hogy mi Isten oldalán vagyunk, ez nem törvényszerűen kiegyensúlyozott, de mégis ez a jobb út, ahol több öröm és több gyümölcs születik még akkor is, hogyha a küszködések nem vesznek el az életünkből. Hát a próbálkozás az küzdelem. Amikor én Istennel próbálkozom, az is küzdelem. De azok a gyümölcsök, amelyek talán a küzdelmünknek, a kitartásunknak, a kérésünknek a mennyiségéhez képest talán kevesek, de mégis ezek olyan örömök, amelyek miatt az egész élet minden küzdelmét érdemes csinálni. Tehát ezek olyan örömök, amelyek Istennel összefonódva születnek az én életemben, amit sehonnan máshonnan nem tudnék megszerezni ezen a világon. És ezek a kis örömök segítenek nekem abban, hogy minden más, sokszor eredménytelen küzdelmemet tudjam csinálni. És érdemesnek tartsam ezt a napot is, meg az egész életemet is. Szóval mi a világból, ha liberális gondolkodás csábító útján járunk, akkor mindent el akarunk venni, hogy nekünk egy kicsit könnyebb és jobb és élvezetesebb legyen a világ. Péter nem ezt csinálta. Péter azt csinálta, hogy mindent elhagyott. Mi mindent el akarunk venni, Péter meg mindent elhagyott. Jézusért. És nem volt ez egy nagyon könnyű élet, én azt gondolom, hogy Péternek sok öröme volt. A végén persze még meg is ölték, akkor is úgy gondolom, hogy sok öröme volt. Meddig halogatjuk az életünkben azt, hogy elengedjünk az életünkből dolgokat, vágyakat, amelyeket évek vagy évtizedeken keresztül hordunk.
Meddig akarunk belehelyezkedni abba a mi gazdasági szinti életünkben, amelyekben éppen élünk? Hogy mindig álmodunk-e arról, hogy egyszer bővebben fogunk élni, vagy megpróbáljuk élni ezt az életet, ami nekünk most adatik? Hogy mikor engedek el olyan kötelékeket, amelyeket már nem kellene nagyon fenntartani a saját életemben? Mikor vagyok hajlandó változtatni földrajzilag az életemen, gazdaságilag az életemen, emberi kapcsolatokban? Miket tudok én elengedni, és mikhez ragaszkodom feltétlenül? És az ember, mikor itt készül erre a november elsejei halottak napjára, akkor egyre inkább beleütközik abba a szeretteinek a kapcsán, beleütközik abba, hogy Úristen, hát egyszer mindent elveszítek. Meddig halogassam ezt a kérdést? Hogy majd jövőre, vagy 5 év múlva, vagy 10 év múlva, vagy ma, vagy majd csak a halálos ágyamon keservesen, egyszer mindent elengedek. Mindent elhagyok. Jó esetben Krisztusért, hogy ott legyek vele, az Atya országában. Vagy megkeseredetten és úgy érezve, hogy egész életem minden küzdelme haszontalan volt. Mert itt vagyok, és mindent kitép a kezemből a nagy rabló, a halál. Aki egy kicsit hamarabb el tudja engedni a világnak ezeket a rettentően fontos dolgait, amiben él, egy kicsit hamarabb el tudja engedni, akkor van tér az Isten számára, hogy ott jobb és boldogabb életet alakítson. Mi nem vagyunk nagyon jó vallásosak. Nem tudjuk nagyon jól, hogy kell hinni. Megpróbáljuk rábízni az Istenre azt, hogy ott legyen az életünkben. Hogy beszálljon a hajunkba, az életünkbe, és onnan belülről egyengesse az egész életünket. Kívülről is teszi az Isten a maga dolgát, de ha belülről van, akkor az én próbálkozásaim, azok mindig sikeresebbek lesznek. Azt kívánom mindenkinek, hogy próbálkozzon. Próbálkozzon Istennel. És ha nem is érti mindig, hogy ez hogyan történik, azért az Istennel való próbálkozásaiban jelenjenek meg az örömök, és legyen egy boldogabb élete ezen a világon. És egyszer a próbálkozásnak az igazi gyümölcseképpen legyen egy nagyon boldog élete majd az Isten országában. Amen.